Üdvözlök mindenkit, és örömmel értesítem a kedves egybegyűlteket, hogy új sorozatot indítunk a videós YouTube csatornánkon, ahol nem meccseket fogunk kommentálni, hanem sokkal rövidebb időtartam alatt a játék egy-egy szeletét próbáljuk körbejárni, tippeket, trükköket, tanácsokat adni, hogy lehetne ezt a lehető legjobban csinálni. Az első témánk a kirúgás lesz, és az ezzel kapcsolatos tudnivalók, illetve esetleges csapdák. A kirúgás ugye abból a szempontból egy hátrányos helyzet a Guild Ballban, hogy a labdát átadjuk az ellenfélnek, és azzal ugye ő momentumot tud generálni, mozgást tud generálni, és végül ugye pontokat tud generálni, amikor gólt rúg. Úgyhogy ezt a lehető legjobban kell a kirúgó csapatnak ellensúlyozni azzal, hogy helyesen választja meg a kirúgó személyét, illetőleg a csapatát, hogy a kirúgó játékost a lehető legjobban tudja támogatni. Kezdőjátékosoknál, illetőleg hát kísérletező kedvű játékosoknál gyakran előfordul, hogy kitalálják azt, hogy van a leglassabb modelljük, aki ugyan remekül tud mondjuk ütni, de ugye nehezen ér be a küzdelembe, ezért vele rúgnak ki, hiszen akkor egy extra mozgással már is fentebb vannak a pályán. Ez azonban egy csapda, és általában véve nem nagyon ajánlom senkinek, hogy ezt kövesse. Most ezt gyorsan szeretném is szemléltetni Bóron keresztül. Ugye Bór a hentesek ütőembere, mindössze 4-et tud menni, és amíg a program felrajzolja nekem az aurát, addig elmondom, hogy egyébként a szemléltetésre, a videóhoz a Vazzal programon futó Guild Ball modult használom, ami online játékra is kiválóan alkalmas, de remélhetőleg ezekre a kis tippes trükkös videókra is jól használható, hogy szemléletesen lehet követni, hogy mi történik. Na szóval Bor 4 incset fölmegy és elrúgja a labdát az ellenfélhez valahova, és innen kezdődik a mérkőzés. Ugye most meg kell nézni, hogy Bornak 6-os mozgása van, és a milli range az 2, tehát 6 plusz 2, 8 az a maximális távolság, ez az aura jelenti ezt, 8 incses távolságot, amiben fenyegetni tudja az ellenfelet. Ahogy ezt most így látjuk, ez alig-alig ér be ebben a formában az ellenfél térfelére, de tehát gyakorlatilag semennyire nem akadályozza az ellenfelet, hogy akár a széleken, akár mondjuk középtájt viszonylag jó pozícióban elhelyezkedjen az első körben, és ugye mivel a fogadó csapat tud momentumot szerezni általában, így a második kört rögtön kedvező pozícióban kezdhesse. Na most ezen azért még Bórral is lehet valamit segíteni, ugyanis Bór tudja támogatni Filé is és Brisket is, a veterán verzió. Ezért is fontos például, hogy kirúgásnál és fogadásnál ne feltétlenül ugyanazokat a játékosokat vigyük, gondoljuk át. Kirúgásnál nagyon fontosak azok a képességek, amik mozgást tudnak adni egyik vagy másik játékosunknak. Itt van például Brisket, ugye, hogyha 2 infet hagyunk rajta, akkor ő mondhatja azt rögtön, hogy ő bizony 2 dodzsoltatja Bort, aki ezzel előrébb megy, és már is egy kicsit jobb pozícióban van. És ugye ott van nekünk Filé is. Filé pedig azt mondja, hogy quick foot-tal plusz 2 mozgást tud adni egy figurának. Tehát, hogyha feltételezzük, hogy ki akarjuk maxolni Bornak a hatékonyságát, akkor Bór ugye most már nem 6-tal rohamozik, hanem 8-al, és egész pontosan 10-re fenyeget. Na, ez már egész jó, már majdnem be tudunk támadni az ellenfél diplójába is, akár ezzel a lassú Borral, de ettől függetlenül még mindig, hogyha ide széthúzom a figurákat, egy focis csapatot, ez egyáltalán nem zavar. Szépen körbe táncol minket, szerzi a momentumokat, első kör első aktivációjából gólt lő, és utána izzadhatunk azon, hogy megvédjük a labdát, és nem tudunk koncentrálni mondjuk a hentesek esetében arra, ami a
fő feladatunk az az ütés és a sérülés okozása. Na, szóval ez történik, hogyha borral rúgunk ki, de most nézzük meg, mi a helyzet, hogyha mondjuk egy hangyányit jobb figurával, veteránokszal végezzük el mindezt. Ugye a börtönből kiszabadult immár nem kapitány Ox, egy icipicit gyorsabb bornál, ugye nem 4-6, hanem 5-7-es, ez azt jelenti, hogy ő már 5-öt tud felszaladni kirúgáskor, majd utána ugye ugyanazokat a buffokat megadjuk neki, tehát 2-vel előrébb fog tudni menni azért, mert Brisket megdodzsoltatja, és Filé is ad neki ugye plusz 2 mozgást, ebben az esetben ugye 9 plusz 2 lesz a fenyegetése, tehát egy 11-es aurát kell nekünk ide kimérni, és amint láthatjuk, ugyancsak egyetlen egy incsel mozgékony a box, de mégis azért a fontos résznek egy jó nagy szeletét pluszba hozzáteszi a fenyegetéshez, tehát itt a Vitriol, aki teljesen biztonságban volt bortól, az mondjuk Ox ellen már ez már nem jelenne jó, kijebb kell vinni, és hogyha kijebb kell vinni egy játékost, az annál kevésbé jelent veszélyt ránk nézve, annál hátrányosabb pozícióból indul, hogyha ha valamit el akar végezni a pályán, tehát kicsit tudjuk kiszorítani őket, arról nem is beszélve, hogy Ox esetében már amint látjuk a deployment zónába is kövéren belecsípünk, tehát hogyha valaki ott hátul a passzolgatások során ott maradt, akkor akár el is kaphatjuk a deployban esetleg biztonságos pozíciót gondoló figurát, és momentumot szerezhetünk rajta, ami különösen fontos az első körben, hogy esélyünk legyen a második kört megnyerni. Na de nézzük akkor ezt a mérsékelten jó verziót egy igazán különlegessel összehasonlítani. Ez pedig Filé lesz. Ugye Filé 7-et mozog alapból. Amit látjuk, ő annyit mozog, mint amennyit a feltápolt Ox volt képes. Ugye Filére ugyanúgy elmondhatjuk akár ezt a plusz 2 dodge-ot is. És ugye Filé önmagának is adhat plusz 2 mozgást. Ez azt jelenti, hogy 11-es mozgása lesz, és még egy a millie, tehát 12-re fenyeget. Azt hiszem, hogy jól szemlélteti a különbséget, hogy ki mekkora területet tud lefogni a pályából, és kivel érdemes megcsinálni. Különösen akkor, hogy kiveszem mondjuk Oxot ebből a képletből, de nem a Filét, hanem az Oxot. Igen, na itt a különbség. A lassú játékos és a leggyorsabb játékos fenyegetettségi területe között, tehát ezért nem jó borral kirúgni, és ezért jó mindezt Filével megtenni. Természetesen azonban mindig vannak kivételek, és nem mindig lehet ennyire kimaxolni ezt az agresszív előre menetelt, mert például, hogyha az ellenfélnél ott van Ballista, aki ugye a távolsági karakter pléjével pusholni és tud és knockdown-olni is, akkor hiába rakunk 6 influenced Filére, hátra fog löködni, és fenekére ülve, momentum nélkül pontosan szinte semmit nem fog tudni csinálni az egész körbe. Tehát mindig azért észre csináljuk ezeket az agresszív föltolásokat, de alapvetően és generál tanácsként azt lehet mondani, hogy ne aprózzuk el, és a legveszélyesebb, leggyorsabb emberünkkel próbáljunk nyomást helyezni az ellenfélre, és akkor már rögtön nem lesz akkora hátrány, hogy mi rúgtunk ki. Ennyi volt az első rész, következik a meglepő módon a második, de azt még nem árulom el, hogy ilyen témában.